Szeretettel üdvözlök mindenkit! Pár perccel ezelőtt egy nagyon jó kérdés futott be a Kisvakon csatornára. A kérdező az Molly Hello. És azt kérdezi tőlem, hogy azt olvasta, hogy a csalánlétrágya, amiről videót tettem fel, mondjuk az nem tiszta csalánlétrágya volt, hanem csalánlét csalánlétrágya, hogy egyes növényeknek nem jó. És itt fel is sorol néhány növényt, ugye felsorolja azt, hogy répaféle, hagyma, borsó, babretek. És azt kérdezi tőlem, hogy igaz-e. És erre azonnal válaszoltam is, hogy hát igen... Igaz is, meg nem is, de hát ezt leírni, hogy ez miért igen, meg miért nem, meg megmagyarázni, az egy egész könyv lenne, úgyhogy inkább gyorsan késztek egy videót, és elmagyaráznám az én véleményemet erről, úgyhogy kedves Molly hello, itt a válasz a kérdésre, hogy a csalánlét rágya jó-e a répának, hagymának, borsónak, babnak és a reteknek? Na, válaszoljuk meg! Na kérem, tisztelettel, hogy böcsülettel tudjak erre a kérdésre válaszolni. Ez saját meglátásom, amit most elmesélek, de én abszolút így gondolom. Kicsit változtattam a sorrenden. A kérdésben úgy szerepelt, ugye, hogy répa, hagyma, borsó, bab, eretek. Én egy kicsit megforgattam a sorrendet, és így írtam fel, hogy répa, hagyma, borsó, retek, bab. Elmondom, hogy miért. <coughs> Minden egyes trágyában, trágyába, műtrágyába három alapalkotó elem van. Az egyik az a nitrogén, a másik a foszfor, és a harmadik az a kálium. Ez az a három elem, amiből a növények leginkább építkeznek. A legutóbbi hagymaültetős videóban elmeséltem, hogy lehet leegyszerűsítve tekinteni a kérdést. Minden olyan növény, ami a föld alatt termel gyümölcsöt, burgonya, sárgarépa, hagyma, tehát minden, mindenféle répa, retek, stb. Tehát minden, ami a föld alatt gyűjtöget, gumót képez, ezek mind nagyon-nagyon magas kálium igényel rendelkeznek, ugyanis a növények a kálium segítségével tudják leginkább kiépíteni a gyökér, rendszerüket. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos alkotóelem, amit a növény zömében leginkább a gyökérzetének a fejlesztésébe fordít, és ugye hogy minden olyan növény, ami a gyökérzetben termeli meg a számunkra pozitív gyümölcsöt, az nagy kálium igényel fog rendelkezni, és ezek a növények, amiket itt felsoroltunk, és itt ezért cseréltem meg a sorrendet, a bab kivételével szinte mind óriási káliumfogyasztók. A répának is rengeteg kálium kell, a hagymának is rengeteg kálium, a borsónak is rengeteg kálium, a reteknek is rengeteg kálium kell, a babnak nem feltétlenül kell nagy mennyiségű, nagy dózisú kálium, de tény, hogy azért ő se veti meg a az összes olyan növény, ami a föld fölött termel, euh, tehát paradicsom, paprika, uborka, tehát minden, ami a föld fölött lombozatot termel, nagy mennyiségű lombozatot, ott terem majd a gyümölcs is, stb., az sok nitrogént igényel, ugyanis a vegetatív növekedés, a zöld felület növelés, a, a, lombozat növelés köve az a nitrogén. Tehát a nitrogén egy olyan fontos elem, amiből lomb fejlődik is persze. Na most ezek közül a növények közül abszolút ö, igénylik a lombot is mindegyik. Tehát mindegyik igényli a lombot is. Tehát elmondható, hogy a répának a kálium mellett is nagy mennyiségű nitrogénre van szüksége, a hagymának is kell bizony a zöld felület a szára, ahhoz, hogy növelje a gumót, a borsónak is nagyon-nagyon fontos, talán az eddigek közül a legfontosabb a nitrogén igénye, hiszen neki is kell egy nagy zöld felület, a reteknek is kell legyen bizonyám lombja, és a babnak is kell legyen lombja. Most egy érdekes, mert a bab egy furcsa raktározó növény, az is a föld alatt a gyökereknél raktároz. Ő a lomb mellett még nagyon nagy mennyiségű, a virágzás miatt, a virágképződés miatt nagyon nagy mennyiségű foszfort is fel fog venni. Ugyanis a foszfor egy olyan alapelem, amit a növények leginkább elsősorban a virág hozam és a gyümölcsnek a fejlesztésébe tudnak beépíteni. Tehát a foszfor lesz az az elem a háromból, amelyik a virágképzést, a gyümölcs növekedését fogja elősegíteni. Na most, az összes olyan növény, amelyik ugye föld fölött terem, az leginkább ezt a kombót fogja szeretni. Tehát paradicsom, paprika, minden olyan növény, ami ugye fölül termeli a, a dolgokat, az nagyon szereti a nitrogént, tehát lomb, lombot kell neveljen, és sok virágot, gyümölcsöt akar hozni, tehát sok foszfor kell neki. De ugyanakkor fontos, hogy legyen kálium is, mert annélkül meg nem lesz gyökérzete. És itt jutottunk el az alapponthoz, ami aztán válasz is a kérdésre, az egyensúly. Tehát szükséges alapfeltétel, hogy a növénynek legyen Ebből a három elemből egy megfelelő egyensúly. És itt jön a, a, a dologban a legnagyobb csavar, hogy minden egyes növényünknek mást jelent az egyensúly. Tehát minden egyes növénynek más mennyiségben, más százalékos arányban, más dózisban lesz a nitrogén, foszfor és kálium hasznosítási értéke. Ugyanakkor elmondható, hogy a kérdező által ugye említett növények, nagy részben, ez nem azt jelenti, hogy nekik nem kell foszfor, vagy nem kell, csak azt jelenti, hogy leginkább hasznosítani bizonyos elemeket tudnak, ebből kell nekik nagy dózis, és a kérdezett növények legnagyobb részben, a bab kivételével talán, káliumból és nitrogénből igényelnek túlsúlyban nagy dózist, és foszforból egy szerényebb mennyiséget. És ez a kulcs, a válaszhoz. Ugyanis, ha megnézzük, mi az a csalántrágya, a csalántrágya lényegében a csalánnak az anaerób módon, tehát levegő nélkül vízben elrohasztott verziója. Azért olyan büdös. Na most ez egy zöld lomnak a, az elrohadása, a bomlása anaerób módon, ez leginkább, tehát nem tudom, 80%-ba nitrogént fog eredményezni. Tehát a csalántrágya az lényegében majdnem, hogy ekivalens a péti sóval, azzal a régi klasszikus nitrogén alapú műtrágyával, csak ugye ez egy, egy bioműtrágya. De zömében, majdnem teljes egészében nitrogént fog szolgáltatni a növényeknek. Vannak benne más elemek is természetesen, meg, meg nem tudom, meg aminósavak, meg, meg más makro- és mikroelemek, meg valószínűleg van benne abban is molibdén, meg kalcium, meg, meg mindenféle más is, de kicsi dózisban, nagyon parányi mennyiségben, majdnem teljes egészében egy nitrogén bomba lesz a csalántrágya. És az lesz vele a baj, hogy tiszta csalántrágyát adunk ezeknek a növényeknek, amik hát, igényelnek nagy mennyiségű nitrogént, akkor az lesz, hogy ugyanehhez szükségük lesz megfelelő mennyiségű káliumra, illetve foszforra is. Amit, viszont, amit viszont csalántrágyával nem viszünk be. És mit csinálunk akkor, ha nagy mennyiségű nitrogént viszünk be nekik? Hát jót teszünk, mert nekik kell is a nagy mennyiségű nitrogén, abszolút mindegyiknek, de csak egy feltétellel, azzal a feltétellel, hogy megfelelő mennyiségű káliumot és foszfort is viszünk be. Ezt viszont csalántrágyával nem követjük el. Tehát a nagyon nagy dózisú, tiszta csalántrágyával történő rágyázás ezeknek a növényeknek, bár első gondolatra hasznosnak tűnhet, meg lehet, hogy nem is annyira hasznos, ugyanis felborítjuk az egyensúlyt, nagy dózisú nitrogént adunk be nekik, ettől óriási lombfelületre dolgozás fog elkezdődni, de hát az nekünk abszolút nem érdekünk sem a répánál, sem a hagymánál, sem a reteknél, stb. Éppen ezért én abban a videóban, amikor mutattam a csalántrágyás videót, én ott mutattam is, hogy nem tiszta csalántrágyát készítek, hanem csalántrágya és pitypang. Ez még mindig nem dob sokat a labdva, de azért azt tudnunk kell, hogy a pitypang az egy gyökér növény. Tehát van egy hosszú karós gyökere. A hosszú karós gyökér az minden esetben mindig nitrogén tárolásra, bocsánat, kálium tárolásra viszi a, növényt. Tehát minden karós gyökér, minden föld alatt termő, ezt már elmagyaráztam, az nagy kálium igényes. Tehát abban az esetben, hogyha a csalántrágyát szerintem, ez egy abszolút önálló vélemény, nem biztos, hogy igazam van, de szerintem, hogy a csalántrágyát úgy készítjük el, ahogy abban a videóban mutattam, az az, hogy a csalántrágya mellett pangot is teszünk bele, mégpedig gyökerestől. Tehát a, a úgyse csak a levelét fogjuk letépni a kerbe, hanem megpróbáljuk azt a hosszú karos is eltüntetni. És az is belemegy a trágyába, azzal lényegében káliumot viszünk be. És úgy már nem vagyok biztos benne, hogy, hogy nem... nem, nem -e tudjuk azt a kálium mennyiséget is bevinni, amire szükség van a növénynek. Tehát, hogy korrektül válaszolja a kérdésre, azt mondanám, hogy tiszta csalánt rágyával megtörténhet, hogy nem feltétlenül okozunk pozitív eredményt, mert az abszolút majdnem tiszta nitrogén, de már egy ilyen csalán trágya keverékkel, ott, ahol a pippangnak a gyökere is, hosszú karos gyökér benne van a trágyába, és abból csináljuk meg a csalán pippang trágyákat, és azzal locsoljuk, ott el tudom képzelni, hogy megfelelő mennyiségű káliumot is viszünk be ahhoz, hiszen még egyszer mondom, hogy a kálium az a gyökérzónába mindig eltárolódik, hogy ne borítsuk fel a, a az egyensúly. És meglegyen a kálium is, és a nitrogén is. tehát én ilyen, ilyen trágyával igen, én locsolnám, én tiszta csalántrágyával trágyával ezeket az említett növényeket, tehát mindent, amit a, ami a föld alatt termel. És ide bejátszik a, a bab meg a borsó ismerők egy speciális raktározó életmódot folytató növények, azok a tiszta család én talán azt mondanám, hogy nem is ajánlom, hogy locsoljuk, mert lehet, hogy rosszabbat teszünk vele, mint amennyit használ. Úgyhogy ez lenne a meglátás, hát hosszú rá a választ tudom, és még visszatérre még annyit, ugye, hogy, hogy a legjobb az lenne, hogy ezeknek a növényeknek már előző évben készítsük elő a talajt. Ez azt jelenti, hogy ugye a visszatérve kicsit a foszfor és kálium igényére ezeknek a növényeknek. A kálium és a foszfor az nem olyan, mint a nitrogén. A nitrogén képes a talajban mozgó víz, esővíz, talajvíz segítségével mozogni ide-oda. Lejut a gyökérzónába is. Ha pét is ott, a tiszta nitrogén műtrágyát szórunk ki a föld felszínére, jön egy eső, bemossa, a növény beindul. Mert a nitrogén mozog a vízzel. A kálium és a foszfor viszont nem mozog a vízzel. Ők kötődnek a talajba. Tehát például a kálium találkozik agyakszemcsékkel, és ezekhez kötődik, különböző sókat alkot. A foszfordettó, tehát az is reakciókba lép, és kötődik, belekötődik a talajba. És ezért nem jó például, hogyha az évet trágyázzuk a, a helyet, amikor ezeket ültetjük ott, ahol ültetjük őket, hiszen nem mozog ez a trágya. Hiába szórunk a tetejére ki marhatrágyát, vagy a tetejére szórunk ki csirketrágyát az ágyásnak, nem fog lejutni a gyökérzónába, mert ezek nem mozognak. Ezt előző évben már ki kell juttatni és bele kell ásni, bele kell mozgatni a földbe, ahhoz, hogy 20 cm mélyen is legyen elég kálium és foszfor. Úgyhogy inkább én ezzel trágyáznám az ilyesmit, előző évben e, csirke trágya, amiben ugye sok a foszfor, és trágya vagy istálótrágya, lótrágya, jutrágya, amiben sok a kálium, ezeket beásnám a földbe. Akkor már lejut a gyökérzónába, és akkor ezeket majd tápozza. A csalántrágyát meg hagyjuk inkább olyan növényekre, amik nagy lombot kell neveljenek, paradicsom, paprika, uborka, stb. Tehát minden, ami felül kell dolgozzon nekünk, arra menjen a csalántrágya, ezekre meg menjen a csirketrágya, istálótrágya, mélyen beásva a földbe, előző év őszén. És akkor lesz minden tuti. Hát hosszú válasz volt, de én így gondolom, lehet, hogy nagyon tévedek, de én így gondolom, és hát így is ajánlom. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, viszlát!